Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Többek között, hogy miért érdemes 2023-ban egy fiatalnak egyetemre jelentkeznie, vagy miért jobb ez a döntés, mint a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Többek között erről is beszélgetek Jobbné dr. Preklet Edina dékán helyettessel, aki a Sopron Egyetem faipari és mérnöki kreatívipari karáról érkezett, aki sok szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen a meghívást. No, tehát miért is érdemes például diplomát szerezni, akár már az említett karon? Nagyon izgalmas a kérdés. Az idei beiskolázási kampányunknak gyakorlatilag ez egy kulcskérdése volt. Egy apró kis történetet, hogyha mondhatnék, van egy meghívásos faiparos versenyünk a karon, ahova eljönnek a bázisiskoláknak a diákjai, tanáraik kísérik őket, és az idei évben különösen hangsúlyos volt az a kérés, hogy bizony menjünk el ezekbe a technikumokba, és mutassuk meg a diákoknak azt, hogy miért érdemes felsőoktatásba jelentkezni, miért lehet nagyon jó választás az, hogy diplomát szerzünk, és egyáltalán miért érdemes tovább tanulni ma Magyarországon. Az elején egy picit furcsa volt ez a kérdés, hogy ez most miért merül föl ennyire aktuálisan. Aztán az ember, hogyha szülőként is végig gondolja, hogy változnak a szakképzésben is változtak a feltételek, változik az egyetemi diplomák kiadása nyelvvizsgával, nyelvvizsga nélkül, túl vagyunk egy Covid időszakon, az érettségi követelmények is változnak. Tehát annyi változás történt manapság a diákokat érintő, a felsőoktatást érintő területeken, hogy erre valójában igény volt. És ezeken a beiskolázási rendezvényeken gyakorlatilag az összes bázisiskolát végiglátogattuk, nem csak a diákoktól, hanem a tanároktól is érkeztek a kérdések, hogy mit várunk egy diplomától. Valóban miért érdemes felsőoktatásba menni? Hát először is nagyon fontos az, hogy amikor intézményt választunk, akkor olyan intézményt tudjunk választani, amiben megbízhatunk. Tehát az, hogy a mi karunk 1962 óta a fafeldolgozáshoz tartozó kompetenciákat áttöleli és felöleli, és folyamatosan bővítjük azokat a lehetőségeket, hogy ezen a vonalon mozogva milyen módon tudjuk a képzési palettát bővíteni. Ez én azt gondolom, hogy mindenképpen egy garanciát ad arra, hogy a képzések, amiket mi folytatunk, azok valóban megállják a helyüket, piacképesek, igény van ezekre a képzésekre. Egyetemi oktatóként azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy olyan képzést tudjunk adni, ami valóban naprakész, mondjuk a középiskola és az egyetem közötti eltéréseket, változásokat is tudjuk kezelni, tehát egy nyugodt oktatást tudjunk biztosítani a hozzánk érkező hallgatóknak, tehát akiben van elhivatottság az iránt, hogy ő belőle mondjuk faipari mérnök váljon, annak mi ehhez minden támogatást meg tudjunk adni. Ebben óriási segítség nekünk az, hogy a faipar, mint unikális képzés, a faiparos cégek is támogatják a képzéseinket az egyetemmel, nagyon jó kapcsolatot ápolnak, tehát nem okoz problémát az, hogy egy cégtől az előadó bejöjjön, és konkrétan egy kurzus keretében is oktassa a hallgatóinkat. Meghívásokat kapnak hallgatóink, tehát ott a faiparos üzemekben is testközelből élhetik át a problémákat, láthatják a lehetőségeket. Hogyha hallgatóként tesszük föl ezt a kérdést, hogy vajon miért lenne jó, hogyha a diplomások között lehetnénk, vagy hogy szerzünk egy diplomát, én mindig el szoktam mondani, hogy ne arra gondoljunk, hogy mi lesz velünk egy év múlva, két év múlva, öt év múlva. Az, hogy diplomát szerzünk, az egy hosszú távú befektetés a jövőnkbe, hogy hova pozícionáljuk majd magunkat. Persze, teherként is megjelenhet-e sokaknak a fejében, mennyivel egyszerűbb rögtön pénzt keresni, rögtön elhelyezkedni. Ugyanakkor ez is az idei évnek egy nagyon izgalmas meglepetése volt, hogy akár edukáció kiállításon faiparos szülő érkezett a gyermekével, és egyszer csak elkezdtünk beszélgetni, hogy az édesapának milyen lehetőségei vannak tovább tanulni. Onnantól, hogy a Soproni Egyetem karain nem kell a bemenethez az emelt érettségi, így most tudnak újra jelentkezni azok is, akik még egy korábbi rendszerben érettségiztek, tehát nincs emelt érettségiük. Sokakat gátolta a nyelvvizsgaszerzés kötelezettsége, ez is egyfajta könnyebbséget jelent, hiszen a szakmában használják a nyelvet, a mindennapokban használják a nyelvet, de így lehetőségük nyílik arra, hogy diplomát szerezzenek. Tehát izgalmas kérdés, hogy a levelező képzésekre visszairatkoznak korábbi faiparban dolgozó emberek is.
Beszéljünk esetleg igen? arról, hogy ugye van az erdőmérnök képzés, de a kar nem csak a hagyományokra épít, hanem tulajdonképpen új képzési paletták is megjelennek a karon. Melyek ezek, mi az, amit tanulhatnak azok a diákok, akik most fognak majd érettségizni és ide jelentkeznek? Ugye a műszaki képzési területen a faiparhoz szinte természetesen kapcsolódik az, hogyha valaki egy picit több kreativitásra vágyik, akkor műszaki képzési területen az ipari termék és formatervező mérnök szakunk ott van. Ők gyakorlatilag olyan mérnökök lesznek, akik már a diplomát, amikor a kezükbe kapják, akkor ők képesek lesznek csapatban dolgozni, egy gyártási folyamatot a tervezéstől a kivitelezésig át tudnak majd látni. És hát még külön hangsúlyoznám azt is, hogy mivel az ipari termék és formatervező mérnök az műszaki képzési terület, nem kell megijedni attól, hogy alkalmassági felvételi vizsga van, itt nincs alkalmassági felvételi vizsga, tehát ugyanúgy, mint a faipari mérnöki képzésre, a középiskolából hozott pontok alapján lehet bekerülni. Ugye, hogyha faipar, nem tudunk olyan iparágat elképzelni, ami informatika nélkül működhet, vagy informatika nélkül létezhet. Informatika képzési területen gazdasági informatikus képzésünk van. Informatika, mint terület, vagy akár mint a képzésekről, hogyha beszélünk. Érdemes azt végig gondolni, hogy van-e az életünknek olyan része, olyan területe, amit nem hálóz be az informatikai tudás, vagy az informatikai felkészültség. Az, hogy most gazdasági informatikusnak hívom, vagy szoftvertesztelőnek hívom, vagy adatelemzőnek hívom, de akár bioinformatikusról beszélek, majd látni fogjuk, hogy szépen kialakulnak ezek a szakmák, ugyanúgy, mint ahogyan egy műszaki területen faipari mérnök, gépészmérnök, járműtervező mérnök, és így tovább kialakultak. Tehát az informatika alapszakunk, a gazdasági informatika alapszakunk, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó választás lehet alapszakként is, és majd utána a mesterszakon pedig akár gazdasági, akár informatikai irányba lehet ezen a területen is tovább haladni. Felszokták tenni a kérdést, hogy mennyire nehéz egy informatika képzési területen tanulni, mennyire nehéz oda bejutni, mennyire kell, hogy jó legyek matematikából. Mennyire? Vesz fel a kérdést. Minden relatív. Nyilván a tudás, a matematika tudás az fejleszthető, tanítható. A Soproni Egyetem abban is nagy elhivatottságot érez, hogy a szintrehozó kurzusokat tudjuk biztosítani a hallgatóinknak, ingyenesen tudjuk biztosítani, tehát a matematika tudást azt lehet fejleszteni. Amivel viszont várjuk a hallgatókat, hogy már eleve rendelkezzenek, az a világra való nyitottság, a probléma megoldásra való nyitottság, hogy ne élni tudjak a problémával, hanem a problémák megoldására keressem a válaszokat. És akiben ez megvan, és nem idegenkedik a monitortól, az azt gondolom, hogy már nagyon jó helyen van, hogyha hozzánk jön. Az is nagyon előnyös lehet egy ilyen képzésben, hogy kis létszámú csoportjaink vannak, tanuló csoportjaink vannak, tehát hogyha valakinek aggályai vannak abban a tekintetben, hogy ő hogy fogja ezt majd bírni, akkor mindig ott lesz körülötte egy olyan támogató közösség, ami ugye a hagyományőrzésből a Soproni Egyetemen amúgy is híres, de még emellett is azt is tudom mondani, hogy szakmai oldalról is, hiszen egy kis létszámú évfolyamnál az oktatók ismerik a diákokat, látják az erősségüket, arról nem is beszélek, hogy amikor egy tehetséggondozásról vagy pályaválasztásról, hogy melyik területen helyezkedjek el, milyen diplomát válasszak, akkor ez nagyon jelentős. Informatika képzési területen nem okoz problémát az elhelyezkedés. Itt még azzal is tudjuk segíteni a hallgatóinkat, hogy informatikai cégekkel, vállalatokkal is kapcsolatban állunk, tehát ők is kurzusokat tartanak nekünk, náluk megjelenő problémákra a hallgatóink rögtön kereshetik a válaszokat projektek keretében. A karhoz tartozik ugye az alkalmazott művészeti képzések sora is, és itt is komoly szakembereket képeznek most már, mondhatjuk azt, hogy lassan egy évtizede. Így van. Alkalmazott művészeti képzéseknél talán azt hangsúlyoznám, hogy ami itt Sopronban történik, az amiben történik képzés, itt rendkívül fontos arra felhívni a figyelmet, hogy nem képzőművészeket képezünk. És ez az alkalmazott szó, hogy mit is jelent, vannak erre hallgatóktól is nagyon jó kis mendemondák, hogy valakiből vezető lesz, valakiből alkalmazott, na hát ezt sem értjük ez alatt,
hanem az alkalmazott alatt inkább a dizájnereket, vagy régebben úgy értettük ezt, hogy akik az iparművészet felé orientálódtak, rájuk gondolunk, a formatervezőkre, tervezőgrafikusokra és építőművészekre. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az alkalmazott művészeti képzésekre picit hosszabb felkészülési idő szükséges. Itt nem tudom eldönteni azt, hogy én ezekre jelentkezem, hiszen itt kétfordulós felvételi vizsga van, amire egy portfóliót kell összeállítanom a saját munkáimból. Ezeket a munkákat természetesen elkészíthetem úgy is, hogy leülök, nekiállok és egy hét alatt elkészülnek, de azért az igazán sikeresen felvételiző hallgatók egy-másfél évet tudatosan készülnek arra, hogy ezt az anyagot ők úgy állítsák össze a kedvenc munkájukból, hogy minél inkább az egyéniségüket tükrözze ez az összeállítás. Ők is a Felvin keresztül jelentkeznek, és a Felvin keresztül kapják majd az értesítéseket. A portfólió beküldés után a második fordulóban pedig itt Sopronban egy jelenléti kis megmérettetésen vesznek részt, rajzi, plasztikai, kreatív tervezési feladatokat hajtanak végre, és hát van mindig a kritikus pont, a rövid interjú, ahol pedig egy elbeszélgetés keretében mutatják meg a rátermettségüket ehhez a szakmához, ehhez a területhez. Nagyon kevés időnk maradt, beszéljünk talán valamiről, ami összekapcsolja talán akár összes képzését, ez pedig a fából történő építés. Ez is egy nagyon fontos a kar életében. Így van, az egész egyetem életében nagyon fontos célkitűzés ez, az erdőgazdálkodás, a faipar, maga a fa, mint egy fenntartható nyersanyag egyre inkább fontossá válik, akár csak az Európai Unió életét tekintve. Magyarországon pedig különösen izgalmas az a dolog, hogy még mondjuk Észak-Európában fenyő faanyagot használnak építkezésekhez, Magyarországon a lombos faanyagot részesítik előnyben, és akkor itt rögtön mondhatjuk is, hogy rengeteg innováció és rengeteg kutatás rejlik abban, hogy a lombos hazai faanyagokat hogyan tudjuk az építkezéseknél felhasználni, építőanyagként felhasználni. És hát természetesen itt nem csak a fafeldolgozás optimalizációjára gondolunk, hanem nagyon fontos lehet a melléktermékeknek a megoldása, vagy ezekre az útkeresés. Ilyen irányú projektek is történnek az egyetemen hallgatók bevonásával, és hát természetesen a kutatóink is folyamatosan innovációkon, kutatásokon dolgoznak ezzel kapcsolatban. Amit még nem kérdeztem, miként tudja az egyetem esetleg levenni a szülők válláról a terheket, hiszen azért mindig egy beiskolázás, főleg a felsőoktatásban nem kis teher a szülők részére. Így van, amikor az ember meghozza ezt a döntést, hogy esetleg egy távolabbi városban kezdi az egyetemi oktatást a csemetéje, akkor azért a pénztárcát is meg kell nézni, illetve ez az elszakadás is, hogy a középiskolából kikerülve hova kerül majd a gyermekünk. Nagyon pozitív dolog az, hogy a Soproni Egyetem minden első évesének biztosít kollégiumi férőhelyet, tehát amikor megkapjuk azt az SMS-t, hogy felvételt nyert, akkor nem jön a gyomorgörcs, hogy és hol fogunk lakni, hanem tudjuk azt, hogy egy olyan közösségbe kerül, ahol majd megtalálhatja a helyét. Emellett azt, hogy a szintrehozó kurzusokat ingyenesen biztosítjuk, ezt is fontosnak tartom kiemelni, és hát szintén a bizonytalanságot oldandó, én azt gondolom, hogy Sopron abban is egy nagyon pozitív dolgot tud adni a szülők számára is, hogy egy befogadó közösségbe kerül a diák, a hallgatókat segítő szolgáltatások vannak, kortárs segítő szolgáltatás van az egyetemen, az ingyenes sportolási lehetőségek is hozzájárulnak ahhoz, hogy tényleg egy egyetemista jó dolgokkal töltse itt Sopronban az idejét, és hát mellette a szakmáját magas szinten tudja majd művelni. És hogy mindez sikerüljön, ne feledjük, hogy a szeptemberben induló képzésekre ugye február 15-e éjfélig lehet majd jelentkezni. Dékán helyettes asszony, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!